Apáczai Csere János díjat kapott az oktatási nevelési területen végzett kiemelkedő munkájáért Mikó Gyöngyi, a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium pedagógusa. A miniszteri elismerés az egyik legrangosabb, amit pedagógus kaphat. Köszöntöm a stúdióban, és egyúttal gratulálok Mikó Gyöngyinek. Köszönöm szépen a gratulációt, és én is szívből köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Mit jelent az Apáczai Csere János díj? Ugye azt mondtuk, hogy az egyik legrangosabb. Milyen gyakori, hogy valaki egy ilyet egyáltalán el? Hát valóban úgy gondolom, hogy az egyik legrangosabb elismerést kaptam. Budapesten a Pesti Vigadóban vehettem át pénteken pedagógus nap alkalmából ezt a magasrangú miniszteri elismerést. Előttem mindössze három személy kapta meg az Eötvös József díjat, úgy gondolom, hogy ez a legmagasabb elismerés, amit pedagógus kaphat, és utána az Apáczai Csere János díjasok következtek, hál' Istennek, szép számmal. Mekkora elismerés ez önnek személyesen? Mit jelent ez az ön számára? Amikor megkaptam az e-mailt az Emberi Erőforrások Minisztériumából, azt hittem, hogy rossz helyre küldték. Nagyon meglepődtem, hogy én egyszerű, mondjam úgy, hogy mezei középiskolai tanárként ilyen magasrangú elismerést kaphatok, és aztán hát azonnal telefonáltam igazgatónőnek, hogy biztosan rossz helyre érkezett az e-mail, és ő nagyon boldogan mondta az ellenkezőjét, hogy nem úgy történt, hanem igenis a iskola vezetés javaslatára, felterjesztésére nagyon nagy öröm a Vasvári Pál Gimnáziumnak is, hogy ezt az elismerést megkaphattam. Én úgy gondolom, munkája van e mögött, és tulajdonképpen mi az, ami miatt kivívta ezt az elismerést? 37 éve tanítok a Vasvári Pál Gimnáziumban, és ezt akartam éppen elmondani, hogy én úgy gondolom, nem csak én kaptam ezt az elismerést, bár én vettem át személyesen, hanem maga az intézmény, a gimnázium tantestülete, és hát diákja is, hisz a tanár, én úgy gondolom, hogy nem létezhet jó diákok nélkül. Úgyhogy a közös munka eredménye gyümölcse ez a magasrangú elismerés. Hogyan indult a pályája, és hogy került erre a pályára egyáltalán? Tudatos választás volt, vagy egy kicsit a sors keze is benne volt ebben? Tudatos választás volt, bár a családunkban, tehát a szüleim nem pedagógusok voltak, a rokonságunkban igen előfordult ez a hivatás, mondjam így, és ennek hatására, illetve hadd dicsekedjek ezzel is, hogy én jó magam is vasváris diák voltam jó néhány évvel ezelőtt, és az ottani tanári példaképek hatására választottam ezt a hivatást, és itt talán hadd említsek meg két olyan, utána már azt mondhatom, hogy kollégámat, kolléganőmet, akik számomra utat mutattak. Elsősorban osztályfőnököm, Pataki Jánosné, aki évtizedeken keresztül a Vasvári Pál Gimnázium igazgatóhelyettese volt. Ő magyar történelmet tanított nekem, és így nem véletlen, hogy az egyik szakom a magyar lett. A másik pedig Ferenci Erzsébet tanárnő, nekem mind a mai napig kolléganő mellett tanárnő, aki pedig megszerettette velem az énekzenét, és így választottam ezt az utat. Gyakorlatilag egyetlen egy iskolában tanította le ezt a 37 évet, és korábban oda is járt középiskolán. Így van. Ezek szerint nagyon szoros a kötődés. Egyetlen egy évig voltam, egy gyakorló évig a Nagykállói általános iskolába, de onnan egy év után eljöttem. Mi az, amit a leginkább szeret a munkájában? Azt fogalmaznám meg, hogy nagyon változatos, nagyon sokrétű ez a munka. Ugye benne van az elismerésben is, hogy kiemelkedő oktatási nevelési munkájáért. Már ez a két szó is rendkívül összetett szerintem. A nap mint nap történő oktatás, tanítás az iskolában, hisz minden óra más, minden osztály más, minden diákhoz szinte másképp kell közelíteni. Nagyon fontos az oktatás mellett a nevelés. Jelenleg 8. osztálynak vagyok az osztályfőnöke, itt is elmondhatom, hogy minden osztály teljesen más, és nyilván változnak a körülmények, változnak a viszonyok is, tehát egészen másképp kell a mostani diákhoz közelíteni és nevelni, mint mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt. És a harmadik terület, ami számomra nagyon-nagyon fontos, hisz a kollégáim tudják, hogy én közösségi ember vagyok, a közösségek teremtése. Két ilyet is tudok említeni az iskolából. Először ugye a szakomból adódóan én énekzenét tanítottam,
és hát bizony a nagyon-nagyon régi időben, még az idősebbek biztosan emlékeznek rá, hogy a Vasvári Pál gimnáziumban katonai kollégiumi osztály is létezett, és amikor én fiatal titánként, pályakezdőként oda kerültem, akkor bizony ezeknek a fiúknak tanítottam énekzenét, és ő belőlük a legjobbakat kiválogatva még énekkart is vezettem. Aztán a későbbiekben leánykart, vegyeskart, most pedig 2011-től színjátszókört vezetek. Mi lehet a jelentősége a középiskolában az énekzene oktatásnak? Nagyon kezd perifériára kerülni ez a terület, bár a vasvári speciális helyzetben van, hiszen énekzene tagozat is működik benne. Hát sajnos az utóbbi években azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit az oktatás perifériájára került, úgy, ahogy ön is mondta, talán amiatt is, hogy az óraszám is csökkent, és kevés lehetőség van arra, hogy ahol még énekkarok is működnek, megmutassák a gyerekek a tudásukat. Pedig a közösség formálása szempontjából az egyik legjobb lehetőség éppen az énekkari munka. És azt gondolom, hogy az egyik legjobb stresszoldó is a zene és az éneklés, és talán az egyik legjobb módja a kiégés megelőzésének is, mert egy ilyen hosszú pályán pedagógusok között nagyon gyakori. Ön hogyan védi magát ezzel? Talán mondhatom, hogy sokszínű egyéniség vagyok. És a két szakom is olyan, hogy nagyon-nagyon sokrétű. Nagyon gyakran viszek gyerekeket versenyre, és leginkább, ahol sikereket érünk el, az az anyanyelvi verseny. Tehát az is a magyarnak ugye egy olyan terület, egy speciális területe, amit kevés diák szeret igazából, de akiket úgy szoktam mondani, hogy megfertőztem már az anyanyelv iránti szeretettel, azok nagyon hálásak és szívesen járnak ezekre a foglalkozásokra, és hát több diákommal így már országos versenyekre is eljutottunk, leginkább az édes anyanyelvünk, anyanyelvhasználati versenyre Sátoraljaújhelyre, illetve az Ötvös József szónok versenyre Budapestre. Saját példája kapcsán már egy kicsit említette, hogy mi a jelentősége egy középiskolás számára egy jó pedagógusnak. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy az első tanítónéni akkor, amikor iskolába kerül a gyerek, ez mennyire fontos a gyermek számára, de egy középiskolában én azt gondolom ugyanolyan nagy jelentősége van, nagyon nagy motivációkat tud kapni egy gyerek egy jó pedagógustól. Hát a mindennapos munkánk, azt mondom, hogy mindenféleképpen példa kell, hogy legyen a diákok számára. A szakmai felkészültségünk, a pontosságunk, a precizitásunk, és hogyha egy-egy gyerek ezt észreveszi, hogy egy tanár valóban minden alkalommal igyekszik tudása legjavát átnyújtani a diáknak, akkor úgy gondolom, hogy könnyen esetleg ő is erre a pályára keveredhet. És egyáltalán a továbbtanulásukat illetően is nagyon fontos ez a 4 év, hiszen amikor oda kerülnek 9. osztályba, legtöbbször semmilyen elképzelésük nincs még a jövőjükről. Folyamatosan az évek, illetve hetek, hónapok során alakul ki egy-egy pályakép bennük, és itt elsősorban azt kell, hogy mondjam, hogy a szaktanárok mellett az osztályfőnöki munkának is nagyon-nagyon fontos szerepe van. Gyakran viszik kollégáim és jó magam is olyan helyre őket, ahol életközelből láthatják, hogy milyen jellegű a munka. Például a Debreceni Egyetemmel is nagyon jó kapcsolatunk van, a Nyíregyházi Egyetemmel is, és hát szoktunk közös látogatásokat tervezni. Hogyan látja, hogyan érzi? Vannak olyan egykori tanítványok, akiknek ön ugyanazt jelenti, mint az ön számára az a két pedagógus, akivel kezdtük a beszélgetést? Hát a mostani elismerésem kapcsán, ugye a mai modern világban nagyon-nagyon sokan gratuláltak, elismerő szavakat, jó kívánságokat kívántak. Elsősorban ugye a Facebookon, mert ma ez az egyik legnépszerűbb és legnyilvánosabb lehetőség, hogy eljusson valakihez a hír. És valóban úgy is reagáltam, amikor a köszönetemet kifejeztem, hogy legalább olyan elismerés számomra, hogy azok a kedves kollégák, akik már esetleg nyugdíjba vonultak, és a jelenlegi kollégák, a volt kedves tanítványok és a mostaniak is, mondhatom, hogy több százan, majdnem ezren gratuláltak, és büszkén írták, hogy őket is nagyon nagy örömmel tölti el, hogy ilyen elismerést kaptam. Mikor Gyöngyi, még egyszer szívből gratulálunk, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.